Sziasztok, Emma Lex vagyok, és ma szeretném nektek bemutatni a Phoenixnek a PD25R névre hallgató lámpáját. Én egyszer erről már megcsináltam a teszt videót, de sajnos elveszett, és így nem láttátok, így hát mutatom is. 800 lumen, 250 méter távolság, és 16240-es akkumulátor van benne, 3,7 voltos bateri. Na. Én már ráraktam, ugye, mert használom egy ideje a csuklópántot, az alapból jár hozzá. Ugye már, ami a lényeg ebbe a lámpába, az nem más, mint hogy Type-C-vel töltődik, és így van megoldva, ilyen tekerős megoldása van megoldva a töltő megoldása. Ugye bár őt egy LDC lámpának ajánlják, itt lehet látni, itt ez a halvány plusz, hogy mondják ezt, szórás, hoppá, lehet látni egyre jobban, elég erős, 250 méterre elvilágít. Ez egy nagyon jó kis lámpa, így közelebbről megmutatom nektek. Van rajta egy ilyen rendes hátsó kapcsoló, ami egyben egy taktikai kapcsoló is, ugyanis nem muszáj bekapcsolni, ha csak pillanatra kell a fénye. Itt van a módválasztó gomb, ugye két gombos ez is. Itt lehet látni, hogy néz ki. Ugyanígy megkapta ezt az újfajta öfgripszet, vagy minek hívják. Ez igazából shieldes sapkára, hogy föl lehet rendelni. Mondjuk őt már fejlámpaként tudod használni egy shieldes sapkával, és igazából ennyi. Na nézzük, mi van a dobozba. Na. User manuál, garanciakártya. Phoenixhez méltóan egy ajánlókártya is. Pótgumi harangok, vagy gumigyűrűk. Ugyebár, mivel ez is tekerős, itt is van egy gumi cucc. Egy gumi gyűrű. Az hogy cserélik, az egy jó kérdés, nem tudom. De van hozzá pótba. Van, ami ritka, az ilyen pici méretű lámpáknál adtak hozzá egy szövet, egy ilyen gyöngyvászont okot, gyerekek. Ami, hogy mondjam nektek, nem szokás, a legtöbb lámpagyártó az ilyen méretű lámpáinak nem gyárt tokot. Akkor kapunk hozzá egy AUSB és Type-C végződésű, vagy C-USB-nek végződésű izét, kábelt. És itt van egy ilyen, ez volt rajta ezen, ugyanúgy minden új lámpánál kell tudni, hogy az akkumulátort el szokták szigetelni egy ilyen kis gumi, egy ilyen kis műanyag lappal. Igazából ennyi. Azért szokták elszigetelni, hogy ne szívja le a lámpa, mert egy idő után, hogyha sokáig ugyebár benn van a raktáron, úgy, mint hogyha veszel, mondjuk, mit tegyük fel, egy két éves, de vadonatúj készüléket, és aztán csodálkozó, le van merülve. Hát az pont azért szokott megtörténni, mert ugye beépített aks is. Ennél meg úgy van, hogy cserélhető az akkumulátor, de viszont ilyen az aksia, ez van benne, egy Phoenix 700 mAh-es akkumulátor. Nálam otthon volt ugyanilyen típusból, de egy jóval erősebb 850 mAh-es, most az van benne. Természetesen letekerhető a vége, le van kezelve a menet, hogy ne kopjon. Ez egy, most a márkát nem tudom kimondani nektek. Wapcell, ha jól látom, Wapcell T8-as. Ez nem a gyária, ezt én raktam bele, mivel lassan egy hónapja használom. Amúgy ez a gyária, ez el van téve pótaksinak. Nem, most ezzel használom, ezzel akár 19 órán keresztül is tud világítani a
három, hogy van? A 30 lumenes fényerővel. Hosszabb, tovább világít, és ugyanolyan az a minőségű, vagy picivel jobb minőségű akkumulátor. A gyár is egy nagyon jó minőségű lámpa, akkumulátor, de vagy be őszintén, ha már van 850 mAh-es, egy 700-as verzióból, ugyanabban a méretben, pici, minimálisan, minigrammokkal nehezebb az a másik aksi, akkor most miért ne legyen az? Jó. Tudom, picit sokat beszélek. Ez a kis csöpség 250 méter tud, gyerekek. És 800 lumment. Ha megnézitek így a tükröt, nagyon, nagyon nagy valószínűséget tudja. De próbáljuk ki. Itt van a PD25R. És most nézzük, hogy mit tud. Lekapcsolom először a lámpát, bocs. Most egyben a 30 lumenes fényen vagyok, mert bekapcsolva hagytam, azt hiszem. Pillanat. Jó. Ez itt az 5 lumenes fényfokozat, ami nagyon sokáig tud. Sajnos a kamera annyira nem látja, amennyire kell, de ott lehet látni. Ez meg a 30 lumen, gyerekek. Mivel esik az eső, ilyenkor csalók az egésznek a fénye. De, hogy mutassam nektek, hogy jó legyen. Hát elég messzire elhord. Na, hogy láthattátok, bár most az eső egy eléggé elnyomja a fényét, ugye bár most minden ilyen nagyon sötét fekete, de lehet látni, hogy van erő a kicsi lámpába. Nekem ez nagyon tetszik, hogy adnak hozzá alapba egy pici tokot, amit úgy szintén övre lehet rakni. És pillanat. És igazából majdnem, ugyanazt tudja, mint a nagy tesója. Nem tudom, hogy rá tud-e fókuszálni. Jó. De ő persze, mivel nagyobb aksival van, nagyobb teljesítményű, ő azért többet tud, ő egy 283 métert lazán bevilágítani, ami szerintem 300-at is. Ő meg tényleg tudja a 250 méter, de csak aztán negyedik meg ötödik fokozatban, az azt jelenti, hogy majdnem a legenergiapazarló fokozatokban. 30 lumenen egy olyan jó 70 métert tud, elméletileg teljesen jó használható. Hogy tudom-e ajánlani ezt a lámpát? Igen, tudom ajánlani, mert mégis egy olyan zseblámpa, ami kompakt, könnyű, nem kér, hogy mondjam nektek, hogyha benne van a táskába, nem veszitek észre, hogy akkor a súlya van, ha esetleg nappali túrára mentek, azt úgy vettük vele, hogy most minek vigyetek lámpát, de én annak a vagyok a híve, hogy minimum vagy egy ilyen lámpát, vagy valamilyen lámpát mindig vigyünk magunkkal, ami legalább egy 30 lumenen egy olyan 12-10 órát bír legalább. Ez 16 órát bír a gyári Phoenix aksiával, de mivel én nekem már itt van ez egy hónapja ez a megoldás, ez a lámpácska, így szerencsémre tudtam hozzá szerezni egy jóval erősebb aksit, így már 19 órára bővült a 30 lumenes fényfokozat. És igazat megvalva, nagyon elégedett vagyok ezzel a lámpával. Külön tetszik, hogy ilyen, van egy ilyen kis pici tokja. Egy gyöngyvászon kis tok van hozzá, ha éppen beletalálok a lukba. És ennyi. Általában bele szoktam tekerni a cuccot, legalábbis ezt a csuklópántot, de most nem tekerem bele. Ha tetszett ez a teszt, ugye ezt még tavaly kaptam, ezt a lámpát, csak megcsináltam róla a tesztet, és idő, mikor fel akartam rakni, gyerekek, sajnos elveszett a fáj,
így újra meg kellett csinálnom a videót. Remélem tetszett nektek. Remélem, hogy nézitek azért ezeket a tartalmakat is, amiket zseblámpáról csinálok. Iratkozzatok föl. Én Malex voltam. Sziasztok!